Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió híradója. Október 23-a van Gyöngyi és Koppány névnapja. 61 esztendeje forradalom tört ki Magyarországon. 28 éve Magyarországon az 1956-os forradalom évfordulóján kikiáltották a köztársaságot. 77 éve pedig megszületett Pelé, háromszoros világbajnok brazil labdarúgó. Most lássuk a fontosabb eseményeket röviden. Az 56-os magyar forradalomra és szabadságharcra emlékezik a világ magyarsága. Ha elvész a szabadság, ha elvész a nemzeti függetlenség, mi magunk is elveszünk, hangoztatta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten a díszünnepségen. Új iskolatáskákkal gazdagodtak a Zenta községbeli falvak elsős diákjai. Az Európai Parlament néhány asszisztensnője szexuális zaklatással vádolja az ottani képviselők egy részét. Bach hámol miséjét hallhatta a szabadkai közönség tegnap este. Október 23-a az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója van ma. Nem csak az anyaországban, hanem világszerte, így a Kárpát-medencében, többek között Vajdaságban is megemlékezések zajlanak. A Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 61. évfordulójának központi megemlékezését ma délután 4 órától a Palicsi Nagyparkban tartották meg. A Palicson található 56-os emlékműnél, a Szabadság madara szobornál 31 koszorút helyeztek el. Ezt a szobrot 2006-ban a forradalom 50. évfordulója alkalmából emelték. A közös magyar-szerb emlékezést szimbolizálja, ugyanis 1956-ban itt Palicson befogadó tábort hoztak létre az üldözött és az akkori Jugoszláviába menekülő forradalmároknak. Ennek és magának a forradalomnak a jelentőségét emelte ki Pásztor István, a VMS elnöke, miután koszorúzott. Az itt élő vajdasági magyarok nagy szeretettel és segítőkészséggel várták őket, illetve segítettek nekik, függetlenül attól, hogy már akkor 37 éve ez a térség nem tartozott Magyarországhoz, és abban az időben az itteni magyarok nem is tudtak Magyarországra utazni. De ez is azt bizonyította, hogy több évtizedes elválasztottság se tudja a vajdasági magyar közösséget elválasztani a nemzettől. És végül is az, hogy folyamatosan emlékezünk 56-ra, nem 2006-tól, amióta ez az emlékmű itt áll, hanem sokkal hamarabbtól, az bizonyítja, hogy egyetemleges nemzetnek a részei vagyunk. Az emlékezés virágait a Palicsi emlékműnél egyebek mellett elhelyezte még Csepregi Nándor parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, Pintér Attila Magyarország belgrádi nagykövete, Babits János szabadkai magyar főkonzul, Hajnal Jenő az MNT elnöke, valamint a VMS helyi szervezeteinek, önkormányzatok és civil szervezetek képviselői. Most pedig kapcsolunk a szabadkai Jadráns színpadhoz, ahol 18 órakor kezdődik a vajdasági központi ünnepség. A helyszínen van Vadlövő Gabriella. Szervusz, mire számíthatnak az érdeklődők? Milyen a hangulat most a színházteremben? Minden készen áll le. Szervusz Gertrud, köszöntöm a nézőket, így van, 6 órakor kezdődik itt Szabadkán a Jadráns színpadon a vajdasági központi megemlékezés az 56-os magyar forradalom és szabadságharcra, és ahogy ezt te is, illetve a nézők is láthatják mögöttem, már gyülekeznek az emberek, illetve a színészek is nemrég fejezték be a főpróbát, tehát minden készen áll a 6 órai kezdéshez. Itt az eseményen először beszédet mond Csepregi Nándor Magyarország parlament államtitkár, a miniszterhelyettes, és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, utána pedig az érdeklődők, a nézők megtekinthetik a Budapest Vérfürdőváros című előadást, amelynek Vencel Valentina producere. Vadlövő Gabriella, köszönjük szépen! Ne feledjék, a híradó után a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti az eseményt.
Magyarországon a Budapesti Országház előtt reggel az 1956-os forradalomra megemlékezve felvonták a nemzeti lobogót. A parlament épületén ez alkalomból a főhelyen a forradalom jelképe, a lyukas zászló lobogott. Szakadó esőben felsorakozott a díszegység piros-fehér-zöld parolival, azaz fegyvernemjelzéssel, mely egységesen a nemzeti lobogó színeit adták ki. Katonai tiszteletadás mellett Áder János magyar köztársasági elnök és Kövér László a Magyarországgyűlés elnöke jelenlétében megszólalt a Magyar Honvédség zenekara, és a köztársasági elnök főparancsnokként megadta az engedélyt, hogy a díszegység felvonja az ország zászlót a budapesti Kossuth téren. A nyugatiak, ha csodálták is az 1956-os magyar forradalmat, nem értették, mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök az évfordulón rendezett ünnepségen Budapesten a Terrorháza múzeum előtt. A központi megemlékezésre az esős időjárás ellenére sokan gyűltek össze a magyar fővárosban. Eshet eső, fújhat metsző szél, jöhet könnygáz vagy lovasroham, mi összegyűlünk, mert éljünk bárhol is a világon, ma emlékezni akarunk. A szakadó eső és a viharos erejű szél ellenére nagyon sokan kilátogattak a központi rendezvény helyszínére, a Budapesti Terrorháza múzeum elé. Akik részt vettek, esernyőket tartottak kezükben, a magyar miniszterelnök öltönyén is látszottak az esőcseppek. Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszédében érintette az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeit, fontosabb mozzanatait, kitért a nyugat politikájának égető problémáira, de szólt a jövőre esedékes magyarországi parlamenti választásokról is. A magyar kormányfő úgy fogalmazott, a szovjet uralom egy történelem nélküli térbe taszított bennünket, meg akarta semmisíteni a múltunkat és a kultúránkat is. Mint mondta, a fizikai és szellemi terror megismétlődése ellen a nemzeti emlékezet a legerősebb fegyver. És most itt állunk, és elképedve látjuk, hogy a globalizmus erői feszegetik az ajtónkat, és azon dolgoznak, hogy magyarok helyett homo brüsszelikusszá gyúrjanak bennünket. Ezekkel a szavakkal jellemezte a magyar miniszterelnök az európai országokban jelentkező globalizációt. Hangsúlyozta, azt akarjuk, hogy tiszteljék azt, akik és amik vagyunk, hiszen a magyarok ezer éven át őrizték Európa határait és küzdöttek a nemzeti önállóságukért. Bátor és harcos nemzet vagyunk, amely jól tudja, akit nem tisztelnek, azt megvetik, mondta, kijelentve, azért nem értenek bennünket Brüsszelben ma sem, mert már akkor sem értettek. Európát elvakították hajdani sikerei, s úgy szorult vissza a világszínpadon, hogy észre sem vette. Világszerepről álmodozott, s ma már a szomszédjai is alig törődnek vele, és a saját házatáján is alig tud rendet tartani. Ennek belátása helyett bosszú hadjáratokat indítottak azok ellen, akik a szellemi önfeladás és a nihilizmus veszélyeire figyelmeztettek. A magyar miniszterelnök beszélt az elkövetkező hónapokról, a jövő évi magyarországi parlamenti választásról is. Még nem harcoltuk ki a győzelmet. Mindenkire szükségünk lesz, ezért az előttünk álló hónapokban készülődni fogunk, márciusban újra kezdjük, és akkor áprilisban ismét győzni fogunk. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! Zárta szavait Orbán Viktor, leszögezte még, hogy a jelenlegi sikerek egyértelműek, de nem lehet semmit sem félváról venni, folytatni kell a megkezdett munkát. Ma közösen koszorúzott Nagy Imre mártér miniszterelnök budapesti házánál az MSZP, a Demokratikus Koalíció, az Együtt, a Magyar Liberális Párt, a Modern Magyarország Mozgalom, a Párbeszéd és a Szolidaritás egy-egy képviselője. A megemlékezésen Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke azt mondta, a mai magyar kormány erősen rémel a történelem egy nagyon sötét időszakára, a sztálini diktatúrára. Ugyanúgy üldözi a véleményszabadságát, kontrollálja a sajtót, akadályozza az emberek szervezkedését és a civilek életét ma Magyarországon, fogalmazott a politikus.
Borúsra sikeredett a mai ünnep, már ami az időjárást illeti, noha napközben másodfokúra mérsékelte a sok eső miatt kiadott legmagasabb fokú figyelmeztetéseket a Magyarországos Meteorológiai Szolgálat. Az esőből így is bőven kijutott. Korábban Budapestre, Pest és Fejér megyére harmadfokú figyelmeztetést adtak ki a nap folyamán várható sok eső miatt. Ezt mérsékelték, két északnyugati megyében pedig visszavonták a korábban kiadott figyelmeztetést. Magyarország déli részén és Vajdaságban megúsztuk kisebb esővel, de azért a hőmérséklet jelentősen csökkent a múlt hetihez képest. A csúcsérték 12 fok körül volt. Holnap már naposabb idő várható. A koszovói önkormányzatok felénél második választási fordulót tartanak várhatóan két hét múlva. A helyhatósági választások első fordulójában ugyanis az előzetes eredmények szerint 19 helyen egyik jelölt sem tudta megszerezni a szavazatok több mint 50%-át. A Központi Választási Bizottság adatai szerint a 38 önkormányzat közül 19-ben tartanak második fordulót, 9 helyen született egyértelmű albán győzelem, egy helyen a török kisebbségi jelölt győzött, míg a kisebbségi szerbek lakta települések közül 10-ből 9 helyen a Belgrád által támogatott szerb lista győzött. Egy helyen a második kör dönt majd. Az előzetes eredmények alapján az önrendelkezés nevű ultranacionalista pártnak a vártnál kisebb a támogatottsága, így nem sikerült a tervezett hatalomátvétel, illetve nem tudták átalakítani az ország politikai térképét, sőt a fővárost, Pristinát is elveszíthetik. A koszovói szerbek megmutatták, hogy egységesek és felismerték a koszovói helyhatósági választások fontosságát, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő elmondta, azzal, hogy a koszovói helyi választásokon a szerbek az urnák elé járultak, elismerték a szerb lista munkáját. Azt, hogy az érdekeiket a szerb politikai tömörülés érvényesítheti a leghatékonyabban. Elismerését fejezte ki, hogy azokban a községekben, ahol többségében szerbek élnek, első körben 10-ből 9-ben a szerb lista képviselői győztek, csupán egy községben rendeznek majd második fordulót. Szerbia ma teljesen más, mint 4 évvel ezelőtt. Van elég ereje ahhoz, hogy dinamikus gazdasági növekedést valósítson meg, amelyet a szerbiaiak hamarosan a pénztárcájukon is érezhetnek majd, jelentette ki Ana Brnabić. A szerb kormányfő, aki a 17. szerb gazdasági fórumot nyitotta meg, leszögezte, a jelenlegi kormány azon dolgozik, hogy az előző összetételű végrehajtó hatalom politikáját vigye tovább. Kezdetben komoly gazdasági reformokat valósítottak meg, amelyek elkerülhetetlenek voltak. Csökkentették a közadósságot és konszolidálták a gazdaságot, részletezte Brnabić Belgrádban. Ova vlada Srbije je u mandatu od nešto preko 100 dana nastavila jačanje fiskalne pozicije, obezbeđivanje makroekonomske stabilnosti i stabilnosti finansijskog sistema. I u ovoj godini javni dug je u odnosu na decembar 2016. godine dodatno smanjen za još nekih otprilike 8% BDP-a. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Ingyenes mellrák szűréseket tartanak Szabadkán. Nikolić Nemanja lett az amerikai profilabdarúgó liga gól királya. Új iskolatáskákkal gazdagodtak az Enta községbeli falvak elsős diákjai. A tartományi oktatási titkárság támogatásával vásárolt táskákat az önkormányzat illetékesei ma délelőtt adták át a kisdiákoknak. Lelkesen próbálgatják új iskolatáskáikat a felsőhegyi elsős kisdiákok, akik nagyon örülnek az ajándéknak. Nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a táskát, nagyon szép, pakolni fogok bele tolltartót, könyveket, füzeteket, mindent bele fogok pakolni, nagyon örülök, és máskor is nagyon örülni fogok bármilyen mindennek. A táskák igen korszerűek, hiszen anatómiailag a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően alakították ki őket.
Közlekedés biztonsági szempontból is a táskák biztonságosak, hiszen visszaverődő felületeket is tartalmaznak, amely a gyalogos vagy a biciklis közlekedésnél jut a gyerekeknek nagyobb biztonságot az iskolába való eljutáshoz. Az ENTA községhez tartozó falvak közül idén mindenütt meg tudták nyitni az első osztályt. 15 alatti létszámnál kérjük az engedélyt a minisztériumtól és a nemzeti tanács jóváhagyását is. Eddig minden évben megkaptuk, mivel hogy falusi iskolákról van szó, úgyhogy nem került sor kombinált, vagyis összevont tagozatokra. Az önkormányzat is segít. A diákok utaztatását támogatják, valamint felújítások is zajlanak az oktatási intézményekben. Ennek részeként jelenleg is folyamatban van a Turzó Lajos iskola felújítása, valamint a november 11 iskola tornatermének korszerűsítése, de a tervek között szerepel a Felsőhegyi iskola tornaterme fűtésének megoldása, valamint a Tornyosi iskola tetőszerkezetének javítása is. Újvidéken, Szabadkán és Szerbia 40 városában ma kezdett aláírásgyűjtésbe a Tijana Jurić alapítvány azzal a céllal, hogy a gyermekek elleni súlyos, életellenes bűncselekményeket elkövetők esetében ismét vezessék be a tényleges életfogytiglani büntetést. Az egy héten keresztül gyűjtött aláírásokat a szerbiai parlamentben adják át. A Tijana Jurić alapítvány úgy kívánja emlékeztetni az államot arra, hogy a törvényhozás fogadja el azt a benyújtott javaslatot, amely a gyermekgyilkosok esetében visszaállítaná a legsúlyosabb kiszabható büntetést, a tényleges életfogytiglant. Az alapítvány javaslatának elfogadása esetén módosítani kellene a büntető törvénykönyvet, mégpedig úgy, hogy azoknak a halálos kimenetelű bűncselekményeknek az esetében, amelyekben az áldozat gyermek, kiskorú vagy terhesnő, kiszabható legyen a tényleges életfogytiglani büntetés. A mellrák a leggyakoribb rossz indulatú daganat a nőknél, az emlőrák az 50-60 év közöttiek körében a leggyakoribb, de ma már a fiatalabb nőket is érinti. Jelenleg világszerte több mint 1,6 millió nő küzd a rossz indulatú daganattal, ebből 500 ezer tragikus kimenetelű. A betegség kezelése annál hatékonyabb, minél előbb diagnosztizálják. Szabadkán évek óta lehetőség van a kritikus korosztályban lévők számára az ingyenes szűrővizsgálatra. A szabadkai kórházban tulajdonképpen 2013 óta folyik a szűrővizsgálatoknak az elvégzése. A női populáció 50-től 69 éves korig van felölelve, és ezek tulajdonképpen behívó útján vannak megszólítva, és azon keresztül jönnek el hozzánk a röntgenosztályra. A röntgenosztályra délelőtt és a délután folyamán is végzünk szűrővizsgálatokat, délelőtt 15, illetve délután 15 mammográfiás vizsgálatra van elég helyünk és káderünk ennek elvégzésére, és azzal, hogy a kedd délután, szerda délután és a péntek délelőttön tulajdonképpen a klinikai mammográfiákkal foglalkozunk. Az Európai Parlament néhány asszisztens nője szexuális zaklatással vádolja az ottani képviselők egy részét. Azt mondják, az EP a szexuális inzultusok melegágya. Állításuk szerint a zaklatók általában magasrangú tisztségviselők, köztük egykori miniszterek. Az állítólagos esetben érintett hölgyek a londoni Sunday Times-nak nyilatkoztak. Neveket nem hoztak nyilvánosságra, mert megtorlásoktól és munkahelyük elvesztésétől tartanak. A zaklatások legnagyobb részben szexuális tartalmú üzenetek küldésében, illetlen viselkedésben, illetve intim érintésekben merültek ki, írja Zágrábi Jutárnyi Liszt. Ahogy a híradó elején is szóltunk róla, 56-ra emlékezik ma a világ magyarsága. Vajdaságban már az elmúlt napokban megkezdődtek az ezzel kapcsolatos események. Zentán tegnap este megkoszorúzták dr. Rajki Márton helyi mártír emléktábláját, majd ünnepi műsor következett. A magyar nemzet történetében 100 évente történnek olyan események, amelyek szinte kifordítják a világot a sarkából, emelte ki beszédében Pataki Tibor történész. Hozzátette, hogy a szabadságharcok közül az 1956-os forradalom kiemelkedő jelentőségű. Hihetetlen helyzetben a magyar nemzet azt mondta, hogy nem, mi magyarok nem akarunk, több, nem tűrjük a diktatúrát, és gyakorlatilag ez a kommunista rezsim bukása Budapesten kezdődött, ami a pesti fiúk nevéhez fűződik.
Az ünnepi beszédek után a Városháza oszlopcsarnokában megkoszorúzták dr. Rajki Márton zentai mártír emléktábláját. A délvidéki forradalmár tiszteletére egy évvel ezelőtt emeltek márványtáblát. Ezzel is bizonyítsuk, hogy egy nemzetbe tudunk gondolkozni, és most már van hol megemlékeznünk az 50-es forradalomra, ez az összetartozást jelképezi. A koszorúzás kultúrműsor követte a Művelődési Házban. Az Egy nép kiáltott című összeállításban fellépett Krünács Erika előadó művész, Zsoldos Ervin verséneklő, valamint Verebes Judit és Lőrinc Tímea a Zentai Magyar Kamara Színház színészei. Nem csak a forradalmárokra, hanem az 1956 után meghurcolt emberekre is emlékezünk október 23-án, mondta a Magyar Nemzetpolitikáért felelős államtitkár Dombóváron. Potápi Árpád János az ünnepségen hangsúlyozta, a mai napig nem tudni pontosan hányan estek áldozatul a megtorlásnak, de a számuk meghaladta az 1848-49-es szabadságharc után kivégzettekét. Külpolitikával folytatjuk. Andrej Babis lesz az új cseh miniszterelnök, miután az általa vezetett jobbközép ANO mozgalom fölényes győzelmet aratott a hétvégi képviselőházi választásokon. Majdnem 30%-kal nyert. A független Csehországban ilyen nagy arányú győzelmet még egyetlen párt sem aratott parlamenti választáson. Babis a fölényes választási győzelem után kijelentette, hogy Csehországnak aktív szerepre kell törekednie az Európai Unióban, és olyan szövetségeseket kell keresnie, akikkel közös céljai vannak, például az illegális migráció vagy az élelmiszerek kettős minősége elleni küzdelemben. A Szlovén Választási Bizottság által közzétett adatok szerint Borut Pahor a Voksok 47,9%-át, legfőbb riválisa a szintén függetlenként induló baloldali Marian Šarec a szavazatok 24,95%-át szerezte meg, 99%-os feldolgozottság mellett. Eszerint ők mérkőznek meg az elnökválasztás második fordulójában, amelyet november 12-én tartanak. Pahor a hivatalos eredmények közzététele után tett első nyilatkozatot, elismerte, hogy második fordulóra lesz szükség. A vasárnapi szavazáson 1,7 millió szlovén állampolgár adhatta le voksát. A teljes részvétel valamivel 43% felett volt a Választási Bizottság honlapja szerint. Bach hámol miséjével turnézik a Luteránia ének és zenekar szerte a Kárpát-medencében. A reformáció 500. évfordulója alkalmából vasárnap este a szabadkai Szent Teréz székesegyházban csendült fel a zenetörténet egyik legmonumentálisabb műve. A szabadkai Szent Teréz székesegyházban előadott misén közreműködött a luterániai énekkar és a budapesti vonósok. A művet Kamp Salamon Kossuth Díjas karnagy vezényelte. Ha Bach a Kunstner fúgében összefoglalta az örökké valóság zenei szimbólumának, a fúgának a lényegét, ha a muzikális a szopferben mindent összefoglalt, amit az emberi szellem a kánonról tud, akkor azt mondhatjuk, hogy a hámol misében összefoglalta mindazt, amit az Istenről tud. A reformáció 500. évfordulója alkalmából a szerbiai ágostai hitvallású evangélikus keresztény egyház szervezésében nyílt lehetősége a szabadkai közönségnek élőben is meghallgatni Bach hámol miséjét. Óriási megtiszteltetés és öröm számomra, hogy mindennek az egyházmegyének a zenei igazgatója, székesegyház karnagya, az evangélikus egyházzal karöltve Dolinszky Gábor püspök helyettes úrral közösen tudjuk befogadni, fogadni ezeket a művészeket, és ma itt a székesegyházban szabadkaiaknak nagy művészeken keresztül lesz megmutatni. Az 1649-ben elkészült gigászi hámol misét évtizedeken át érlelte a zeneszerző géniusz. Nem liturgikus céllal, nem megrendelésre készült, hanem saját inspirációjára írta. Bachnak sajnos sosem nyílt alkalma arra, hogy teljes egészében hallhassa, ugyanis először elejétől a végéig csak 1838-ban adták elő Berlinben. Szép koncert volt, kollégáim közül többen ott voltak, sőt a Pannon Televízió több kamerás felvételt készített róla, így ha lemaradtak erről, hamarosan nálunk megnézhetik.
A hétvégén kezdődik a téli időszámítás, így október 29-én vasárnap hajnali 3 órakor kell az órákat visszaállítani 2-re. Délután 5-kor már sötét lesz sajnos, és ez azt jelenti, hogy sokak nagy örömére 1 órával tovább alhatunk. Azonban ez szervezetünket megzavarhatja. 1 órás változást 1 nap alatt dolgoz fel az emberi szervezet. Ajánlatos ezért vasárnap este ugyanakkor ágyba bújni, mint máskor a hétvégén, hogy a hétfő frissen indulhasson. 2 személyt sebesített meg hétfő reggel egy medve a dél-erdélyi Fogarason. Egy 39 éves férfi és egy 14 éves lány sebesült meg. Romániában azt követően sokasodtak meg a medvetámadások, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium tavaly a populáció szabályozás céljával betiltotta a medvevadászatot. Szeptember elején egy miniszteri rendelet 140 veszélyesnek minősített medve kilövését vagy áthelyezését teszi lehetővé, de október közepéig a rendelet alapján benyújtott kérvények egyikét sem bírálta el a minisztérium. Európában körülbelül 17 000 medvét tartanak számon, amelyekből több mint 6 800 Romániában él. Míg a szomszédban a medvéktől, addig a világ másik végén a hüllőktől kell tartani. Egy krokodil gyomrában találták meg egy eltűnt 79 éves nő maradványait az ausztráliai Queenslandben. A vadőrök napokig keresték az eltűnt nőt, még hétfő éjszaka a közeli folyóban egy 4,3 méter hosszú krokodilra nem bukkantak, belsejében emberi maradványokkal. A hüllő megvizsgálásakor az emberi maradványok mellett olyan személyes holmit is találtak, amelyről úgy vélik, az idős nőjé volt. Véget ért az amerikai profi labdarúgó világbajnokság, illetve labdarúgó bajnokság alapszakasza, ami azt jelenti, hogy Nikolić nem anya, zentai származású csatáré az MLS idei aranycipője. A legjobb gólszerzőnek járó díjat világklasszisok elől sikerült elcsennie. Az utolsó komoly rivális a spanyol Dávid Villa volt, aki az utolsó fordulóban 2 találatot is szerzett, sőt 11-est is lőhetett, ám kihagyta a büntetőt. Így a 24 gólos Nikolićot nem sikerült beérnie. A magyar válogatott támadó ezzel a magyar és a lengyel bajnokság után az amerikai profiliga gól királya is lett, mindössze 4 év alatt. Az zentai csatár csapata Chicago Fire a New York Red Bulls-t fogadja majd a rájátszás negyed döntőjében. És a híradó végéhez értünk, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Az 56-os magyar forradalomra és szabadságharcra emlékezik a világ magyarsága. Ha elvész a szabadság, ha elvész a nemzeti függetlenség, mi magunk is elveszünk, hangoztatta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten a díszünnepségen. Új iskolatáskákkal gazdagodtak a Zenta községbeli falvak elsős diákjai. Az Európai Parlament néhány asszisztensnője szexuális zaklatással vádolja az ottani képviselők egy részét. Bach H-moll miséjét hallhatta a szabadkai közönség tegnap este. Köszönjük figyelmüket a pannonrtv.com-ra, kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, valamint riportjainkat is visszanézhetik. Ha tehetik, maradjanak velünk. 6 órától élőben közvetítjük az 56-os magyar forradalom és szabadságharc vajdasági központi megemlékezését Szabadkáról. Szép estét, viszontlátásra!